Murakeresztúr úr volt a tegnapi és a mai állomása sokáig csak külföldön bemutatott Roma holokauszt vándorkiállításnak. Az Anosztru Országos Cigányegyesület a Porajmos 77. évfordulójának alkalmából ebben a hónapban még számos településre elviszi a tablósorozatot. A készítők utoljára Stockholmban ismertették meg az emberekkel ezt a kiállítást. Árulta el Kardos Ferenc, aki elsősorban kutatásokkal, anyaggyűjtéssel járult hozzá a munkához. A tablókon dátumok olvashatók a hozzájuk kapcsolódó eseményekkel. A bemutató nem csak a szöveg, de a képek tekintetében is gazdag, elgondolkodtató tartalmat nyújt az érdeklődőknek. Nagyon fontos, hogy angol, magyar, cigány nyelven van minden rajt, néhány beás szó is van, hát amennyire a terjedelem engedi egyébként nyilvánvalóan. Az a különlegessége még ennek a kiállításnak, hogy már miatt elvittük volna Stockholmba, és azután is úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szorgalmaztuk, hogy itthon is mutathassuk be. Ugye elég nagy terjedelmű, mert ez a legszűkebb formájában is 7 méteres kiállítás, és elég sűrű is a szöveg benne. Nagy örömmel fogadták be a tárlatot a helyiek, Polgár Robert, Murakeresztúr vezetője szerint. Korábban a településen nem volt még ilyen formában megemlékezés az 1944-es eseményekről. Itt is egy jelentős roma közösség van Murakeresztúron, és tudom azt, hogy nem csak a romák, hanem minden ember érzékeny a történelmét illetően. És minél jobban megismerjük a történelmünket, az értékeinket, azt gondolom annál jobban tudjuk értékelni jelenünket, és annál nagyobb elánnal tudjuk a jövőnket is tervezni. Váradi Istvánné, az Anosztru alelnöke elmondta, a vándorkiállításra óriási az érdeklődés, így a hónap során a környéken kívül is számos helyszínre szállítják majd el.